Az egyik Los Angeles-i filmszínházban havonta vetítenek le olyan klasszikusokat, melyeket a Nemzeti Filmalap nemrég felújított. Első alkalommal a Megáll az idő és annak egyik főszereplője, Sőt Sándor vendégeskedett a tengeren túli eseményen. Az Encinói Le Mans moziban sorakoznak a plakátok. Havonta egyszer magyar film is kerül majd a filmvászonra, a Los Angeles-i Bunyik Entertainment filmklubjának köszönhetően. Kicsi, sokba kerül a bátyád. Anyád imádkozik a templomban, hogy felvegyék. Mi megállunk, menjünk már. Csak még egy perc. A Megáll az időt úgy is emlegetik, mint lendületes kamaszfilm a 60-as évekről, egy vagány kultuszfilm. Szembenézés 56 kudarcával. Egy történet az otthon, avagy itthon maradtakról. És az az utolsó kép, hogy valaki elmegy Amerikába, a Pierre nevű figura, és nekem körülbelül 38 évre volt szükségem, mire Magyarországról Nyugat-Berlin érintésével eljutottam én magam az életbe Amerikába. És szóval mindenféleképpen klassz érzés volt ezt itt megélni, ezt a mozit. És az volt az érzésem, hogy a karakterek, az egész sztori semmit nem vesztett abból a varázsából, amilyen volt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az idő pora befette volna, hanem nagyon is vibrál és élő a mozi ma is.